Kalmár Benedek oktató immár 31 éve foglalkozik oktatással. 1980 óta foglalkozok csak oktatással, véletlenül kerültem ebbe bele, akasztóra, amikor oda kerültem, egyik orvos, közvetlen orvos, abban időben közvetlen orvosok voltak, keresett sok oktatót a gyerekeinek, és akkor összefutottam vele, és akkor jó barátságban is lettünk, mert kiderült végig, hogy a keresztapám tanította az orvosegyetemen, és akkor így megegyeztünk vele, hogy tanítottam a gyerekeit sakban. Hát egy kicsit nehéz volt abban az időben, mert szombati napon akkor dolgoztunk, és akkor szombat délután már bezárt a Mörösi ház, akkor pont nálunk volt a harmadik kisbaba, és akkor nem tudtam őket fogadni az én házamba, akkor hát a különböző presszókban, meg kocsmában tanítottam őket sakkozni, de megérte a fáradtságot, mert utána ez a két fiú, utána első osztályú sakkos lettek, akkor egyetemisták lettek, és nagyon hálásak voltak utána a szülei is a gyerekeknek, mert mondták, hogy ő gyerekek nem csavarogtak, nem mentek se ide, se oda, hanem mentek a sakklubba sakkozni. Kalmár Benedek több éve tart sakkszakköri foglalkozásokat Kiskörösön a BEM iskolában és a kiskörösi óvodákban. Amikor nincs járványhelyzet, akkor a Vacskolné Csatlós Erzsébet az óvoda igazgatója fölkér, hogy foglalkozzunk sakkal, és akkor az különböző óvodákhoz járunk sakkot oktatni. Utána az iskolákba is járok, főleg a kiskörösi BEM iskolába foglalkozok sakkal, ott egy sakktermet kaptam, és a gyerekekkel ott sakkoktatással foglalkozok. Ott vannak elsőtől négyig gyerekek, akikkel foglalkozok, és vannak felső tagozatosak is. De vidéken is foglalkozok sakkal, így Akasztón is, Csengődön is foglalkozok sakkoktatással. Ezek a programok, illetve a szakkörök melyik napokon jelennek meg a gyermekek életében, mikor tudsz velük foglalkozni? Hát általában szerdán vagy csütörtökön foglalkozok velük sakkal, főleg csütörtök délutánonként szoktam sakkal foglalkozni gyerekekkel a tanítás után. A sakkoktató a jövőben a művelődési központban is szeretne sakkszakkört tartani, amelyekre a fiatalokon kívül a felnőtteket is nagy szeretettel várná. Itt az egész városban tudok oktatni olyan gyerekeket, akikkel iskolában nem tudok foglalkozni, mert ma már tudjuk, hogy az iskolai oktatás is nagyon időigényes, és rendkívül leterheli a gyerekeket. A művelődési központban mely korosztályt vársz, és milyen napokon, hogyha ugye rendeződnek itt a lehetőségek? A művelődési központban itt nagyon szeretek ide járni, mert ez nagyon kulturált hely, és itt általában itt csütörtök, szerdán vagy pénteken is sakkozunk. Ide várom az első osztályos, elsőtől negyedik osztályos tanulókat és a 5-től 8. osztályos tanulókat. De úgy néz ki, hogy felnőtt oktatást is fogunk vállalni, mert van igény rá, hogy nagyon sok felnőtt gyerekkorában megtanult sakkozni, később elmaradt, és most újra fel akarják eleveníteni ezt a sakk tudásukat, és sakkot akarnak újra tanulni. Aki a sakkszakkör iránt érdeklődik, az hol teheti meg? Téged keresen, vagy pedig a művelési központban jelezheti ezt? Hát engemet is kereshetnek a sakkoktatás lehet. Én Kalmár Benedek vagyok, a gyerekek úgy hívnak, hogy Benedek bácsi, vagy Sakkos bácsi, és hát nagyon szeretik a sakkot, ők ismernek, de a művelési házban nagyon készséggel állnak a művelési ház vezetői, a különböző programokhoz, és akkor így nagyon szívesen elkalózolják őket is a sakkoktatás területére. Gyerekeink számára a sakk mindenek előtt játék, amely szórakoztat, megtanít küzdeni, nyerni és veszíteni, fejleszti szellemüket és jellemüket. Egyre nagyobb jelentősége van a életünkben, és remélem lesz is, mint a sportban, mint a tudományban, és egyéb tulajdonságai is vannak még a sakknak, mint tudjuk, hogy a gyerekeknél nagyon fontos, önfegyelemre tanítja a sakk őket, mondjuk a sport is arra tanítja őket, a futball is, nem vitás, de a sakknak van egy olyan tulajdonsága még, hogy rendkívül módon növeli a kreatív képességeket. És hát nem véletlenül volt, hogy a magyar aranycsapatnak a tagjai szívesen sakkoztak szabad idejükbe, ők abban az időben úgy mondták, hogy ütöttek egyet, mert abban az időben ilyen fatáblákon sakkoztak, amivel így a
léptek egyet, akkor ütöttek egyet, úgy mondták, hogy már kopogott egyet a sakk figura a táblán. A Petőfi Sándor Művelődési Központban a nyitás után olvasói klubot szeretne indítani Martinkó Judit. Honnan jött ez az ötlet, milyen témát, esetleg könyvet szeretnél bemutatni, megvizsgálni a klubba eljövő emberekkel? Igazából sokat hallottam már Gary Chapmanről, mint házassági tanácsadóról, pszichológusról, pár kapcsolati szakértőről, sok-sok könyvet írt. Úgy gondolom, hogy nagyon sokan ismerik itt Magyarországon és szerte a világban, és ismert az ő neve, mint szakemberi. És mivel jó magam is három gyerekes anyuka vagyok, mellette még pedagógus is, ezért úgy gondoltam, hogy mindenféleképp érdemes lenne képezni magam, és ha ennek valaki, tehát ha valaki szeretne ebbe társulni hozzám, akkor akár közösen a gyereknevelés témájában, hiszen az a véleményem, hogy minden egyes nőbe bele van kódolva az anyaság, és ösztönösen csinálunk sok mindent jól, viszont szerintem mindig érdemes arra törekedni, hogy fejlődjünk, mert biztos vannak olyan területek, amit esetleg jobban is tudnánk csinálni, főleg ha tudatosan erre fókuszálunk, és tudatosan szeretnénk javulni, vagy fejlődni egy adott dologban, akkor az biztos, hogy csak a javunk a szolgálja hosszú távon, és ilyen ötlettel jött bennem, vagy ez volt az apropója ennek az egész klubnak, hogy mi lenne, ha anyukák így összejönnénk, közös helyzetben lévő, vagy cipőben lévő anyukák, és mindenki megoszthatná a tapasztalatait, akár aggodalmait, vagy ha tanácsra van szüksége, és közösen ennek a könyvnek a tematikáján, vagy tematikája alapján haladva tudnánk magunkat képezni, és olyan hasznos információkra szert tenni, ami segít nekünk a mindennapjainkban, a gyerekekkel való kommunikációban, az ő nevelésükben, és mindennel, amit igazából a gyerekeinkkel teszünk nap, mint nap. A könyv segítségével milyen témaköröket szeretnél feldolgozni? Az öt szeretett nyelv gyerekekre hangolva, ez konkrétan a könyvnek a címe, aki már hallott róla, vagy ha nem, akkor most ezt nyilván elmondjuk, hogy Gary Chapman a szeretett nyelveknek a megalkotója, tehát maga a fogalmat ő hozta be a köztudatba, hogy minden egyes ember beszél valamilyen szeretett nyelven, sőt többen is, tehát igazából mindenki mind az ötön, mert öt szeretett nyelvet különböztet meg, ezeket már mindjárt elmondom, hogy melyek ezek. Viszont mindenkinek van egy olyan szeretett nyelve, ami sokkal inkább jellemzőbb rá, mint mondjuk a többi, de akár mind az ötnek a keverékén is beszél. És nagyon fontos, hogy ezek értsük, hogy a saját gyermekeink is melyiket beszélik, mert akkor tudjuk igazából betölteni az érzelmi szükségleteiket, és a személyiségfejlődésük is így tud egy egészséges, jó ütemben és mértékben megvalósulni. Tehát a Chapman úr a következő szeretett nyelveket különíti el, vagy határozza meg. Az első az elismerő szavak, mennyire fontos fizikálisan is, tehát verbálisan is kifejezni az elismerésünket, a dicséretet a gyerekekkel szemben, vagy gyerekek felé. A második a minőségi együtt töltött idő, hogy hogyan és milyen mértékben mennyit töltünk a gyerekeinkkel. Az ajándékozás, ki milyen ajándékot, hogyan szeret, mit szeret kapni, erre ráérezni, ezt erre rájön egy szülő, hogy mi az, ami igazából örömet okoz a gyermeknek. A negyedik a szívességek, ez lehet például olyan, hogy nagyon szeret a gyerek kreatívkodni, vagy valami olyan kis dologgal foglalatoskodni, és ebben én segítek neki, vagy megcsinálok egy olyat, felvarrok a nadrágjára, szoknyájára, vagy bármi olyat, amit ő szeretne. És ilyen módon szívességet nyújtok, adok számára, az ötödik pedig a testi érintés, hogy vannak olyan gyerekek, akik jobban odabújósak, jobban szeretik, ha simogatják, cirógatják őket, valaki pedig kifejezetten nem annyira igénylés, ez nem feltétlenül gond, csak jó, ha ezzel tisztában vagyunk, hogy mégis melyik, ami igazán fontos számára. Mely személyeket célzol meg ezzel a programmal, a klubbal, esetleg férfiak, apukák is jöhetnek-e, nagyszülők, gyermekek ugye esetleg bekapcsolódhatnak-e úgy, hogy a szülővel együtt eljönnek ilyen programra, hogyan látod ezt? Nyilván nincsenek kizárva az apukák sem, örömmel és szívesen látjuk őket, bár azt gondolom, hogy ez inkább anyukás foglalkozásnak, klubnak lenne alapvetően számva.
kisgyerekes anyukák, aki lehet, hogy még otthon van a gyerekkel, de nem feltétlenül, lehet, hogy ma óvodás vagy iskolás. Inkább azt mondanám, hogy egy ilyen 10 éves korig, vagy egy általános iskola alsó tagozatos korig a gyerekek szempontjából, mivel ugye utána a felső tagozat, a kamaszkor az már teljesen egy más világ, ebben nekem sincs tapasztalatom, mert a legidősebb gyerekem is még csak 8 éves, és ez egy külön könyv fókuszál arra, csak ennek van egy külön tinédzserekre vonatkozó könyve, tehát inkább kisebb gyerekek, gyerekes szülők, anyukák, viszont nagymamákat, vagy akár ha valaki kezdő óvodapedagógus, gyerekekkel foglalkozik, vagy bármilyen területen a kisgyerekekkel ő érintett, akár munkából kifolyólag is, akkor úgy gondolom, hogy ő neki is hasznos lehet. Az, hogy a gyerekek közben itt tudnának-e lenni, vagy sem, itt még ez még egyelőre egy kérdőjel. Szeretnénk felmérni az igényeket, hogyha elindulhat, elstartolhat konkrétan majd ez a klub, hogyha valaki csak úgy tudja megoldani, hogy hozna a gyerkőcöt is, mert nem tudja megoldani a gyerekvigyázást, akkor nagyon jó lenne akár szervezni, párhuzamosan mellette egy másik terembe a gyerekfelügyeletet is megoldani. Viszont az lenne a legideálisabb, hogyha a gyerek nélkül tudna itt lenni, mert nem biztos, hogy tud úgy beszélni, figyelni, részt venni a megbeszélésben, vagy így a kupak tanácsban, a témákkal kapcsolatban, hogy közben a gyereke hívja, éhes, nyűgös baja van, tehát az tudjuk, hogy milyen így a gyerek mellett. Sőt, az anyukáknak amúgy is szerintem felüdülés lehetne kicsit úgy elszakadni, így az otthon gyerek ebből a, vagy akár már a munka, a mókus kerekéből is, és kicsit egy ilyen én időt is megvalósítani, egy ilyen hasznos módon eltöltve. A programmal kapcsolatban hol lehet majd érdeklődni, és mikorra tervezed az indítását? Sajnos, hogy mikor, azt még nem igazán tudjuk megmondani, hogy a járványügyi helyzet miatt ez nagyon képlékeny, bár minél előbb, jó lenne már a tavasz második felébe, vagy nyáron, bár az nem biztos, hogy a legjobb időszak, ilyen szempontból a családok mindenfelé utazgatnak, mennek, ha más nem, akkor ősszel. Én úgy gondolom, hogy az új tanév kezdetén már ez aktuális lehet, és hogy hol, nagyon szeretném megköszönni itt is Szabadi Maglódi Kittinek, aki mikor feljött bennem ez az ötlet, megkerestem őt, mint itt a műfáz vezetéséért felelős szemét, és ő abszolút támogató volt, és nagyon örült a kezdeményezésnek, és segít, együttműködő minden tekintetben, és elsősorban itt, tehát a műfáz elérhetőségein, és mihely tudunk valami konkrét információt, a könyv beszerezhetőségével kapcsolatban is, tehát a Kittit és a műfázat lehet ebben a dologban keresni. Tánctanfolyam elindítása is szerepel a művelődési központ tervei között, melyek vezetését Dulai György vállalta. Gyuri 2017-ben végzett a Táncművészeti Egyetemen táncos és próbavezető modern társas táncszakán. Magyar bajnok és tagja volt annak a csapatnak, amelyik Európa-bajnokságon megszerezte Magyarország első formációs érmét. Most itthon, szülővárosában várja a táncot kedvelő kiskörösiek jelentkezését a tánctanfolyamára. A báli szezonnak a kezdetével, illetve az esküvőkre való felkészítésre van igény arra, hogy esetleg komolyabban megtanuljon egy-egy pár vagy egy-egy család táncolni, és ennek kapcsán jutott eszünkbe, hogy esetleg meghirdetnénk itt kiskörösen, hogy akinek kedve van, az jöjjön, és akkor próbálja meg magát, hát ha kedvet kap a dologhoz. Kikre számítanál? Elsősorban felnőttekre számítunk, de akár fiatalabb korúak is, ha van kedvük, akkor csatlakozhatnak, várjuk őket szeretettel, de 18 éves kortól 99 éves korig bárki csatlakozhat. Hogyan kell elképzelni egy ilyen programot? Melyik napon, hány óra hosszát tartana, milyen zenékre? Egy kicsit, ha bemutatnád ezt. Ezek egy óra hosszás táncpróbák szoktak lenni. Eddig csütörtöki napon terveztük, aztán meglátjuk majd, hogy hogyan alakul itt a vírus helyzet végével, hogyha tudjuk tartani ezeket. Ezek esti órákban voltak tervezve, mondjuk 5 órától 6 óráig például, és latin-amerikai és standard táncokat is egyaránt érintenénk, tehát bécsi keringő, angol keringő, amik a bálon előfordulnak, de ugyanúgy csacsacsát, rumbát, esetleg amik lassabb zenére is táncolható táncok, azokat is mindet érintenénk.
kiszolgáltatná a zenét, kiválasztaná ki, van-e esetleg táncoktató egy-egy ilyen eseményen? Igen, én vagyok a táncoktató, nekem van egy táncművészeti diplomám, én szoktam tartani a táncórákat. A zenét azt is én szoktam kiválasztani, és akkor számítógépről játszom le a zenéket, de szoktam adni minden alkalommal egy-egy ilyen kis körítést, és akkor ha van valakinek olyan zenéje, amit esetleg szeretne, vagy amit meg szeretne próbálni, hogy mit lehet rá táncolni, hogyan lehet rá táncolni, azt nagyon szívesen fogadjuk, és akkor megpróbálunk rá valamit koreografálni. Hogyan látod azt, hogy esetleg a nők, a hölgyek körében népszerűbb az ilyen táncoktatás, vagy a férfiak körében mennyire oszlik meg ez? Hát természetesen, mint a táncoknak a legnagyobb része, a hölgyek sokkal nagyobb kedvel látogatják ezeket az órákat általában. Ezért buzdítanánk minden kedves férjet, férfit, barátot, hogy csatlakozzanak a hölgyekhez, és párba jöjjenek, mert ugye a legjobban úgy lehet megtanulni. Persze egyedül is meg lehet tanulni a női lépéseket is, a férfi lépéseket is külön-külön, de hát úgy a legjobb társas táncot tanulni, hogy párban érkezik az ember. Mikor, hogyan, milyen körülmények között tervezed elindítani a programot? Úgy tervezzük, hogy ha a vírushelyzet engedi, akkor még itt a tavasz végével, a nyár elejével elindítjuk ezt a tanfolyamot, attól függően, hogyan tudjuk ezt majd kivitelezni. És itt a művelési házban, az egyik nagyobb teremben lehetőség szerint a valamelyik tükrös teremben megpróbáljuk ezeket tartani majd. Aztán látjuk majd, hogy hogyan alakul. Jelentkezni, érdeklődni, hogyan lehet, milyen módon a tánc tanfolyam iránt? Itt a művelődési házban is lehet jelentkezni, hogyha valaki esetleg itt a portára bejön és jelentkezik, illetve hogyha engem valahol az utcán megállítanak, természetesen nálam is lehet jelentkezni. Reméljük, hamarosan eljön az az idő, amikor újra látogathatjuk a Petőfi Sándor Művelődési Központ programjait, a szakköreit, klubjait és tanfolyamait.